Tök, egy Toyota yaris fogunk uh, gyertyát cserélni, ez a Yarisnak az ezres 1KR motorkódú motorja, éppen ez a 70 erős változat, hogy ezeket szerelték a Jeriszokba, de ugyanez a motor megtalálható ugye egyes meg a, illetve a kettes meg a hármas Jeriszba, és azon kívül még az igo a Peugeot meg a Citroen változatba is. A gyártja cserét ennek a gyakorlatilag a légszűrő háznak a leszedésével kell kezdenünk, ezt ilyen borzasztó egyszerűen le tudjuk húzni, az az érdekesség, hogy még a folytószelepnél sem rögzíti bilincs, csak egyszerűen megfogja az ember és leemeli az egészet. Tehát ilyen tök egyszerű, ott megtaláljuk, tehát a légszűrőt is nagyon egyszerűen cserélni, és oda, oda, igen, csak oda csak úgy belecsúszik. Érdemes oda egy kis zsírt kenni, én legalábbis ajánlom, hogy egy kis zsírral meg lehet könnyíteni, mert az jó cserénél azért évente érdemes ugye a szűrőt cserélni, és ekkor meg tök jó. Ez a tömítés eléggé kezd elhasználódni, ezt mindenféleképpen érdemes cserélni. Ezen kívül amúgy a autón a tehát úgy semmi nincs elhasználódva. Tehát ez, az, ez egy, egy tömítés volt, ami gyenge a trafókat, egy-egy csavar tartja, meg ugye három e, kábel, ott azt a csövet látjuk, egy picit az is már kezd elrepedezni, de nagyjából ennyi hibát lehet elmondani az autóról 10 év alatt, ami úgy gondolom, hogy azért elég jó, hogy ennyi dalat semmi elhasználódás nem történt az autón. Bele is tudunk nézni a motortérbe, illetve a motorba érdemes belekukkintani, meglátjuk, hogy mennyire volt benne olaj cserélve, mennyire nem. Látjuk, hogy teljesen jó, szép a belseje, tiszta a motor. Érdemes amúgy ezeknél a motoroknál is uh, kicsit a normál előtt olajat cserélni. Tehát én azt mondom, hogy évente vagy 8000-enként azért cseréljük ki, főleg, hogyha városban használjuk a motor sok hideg járatban, akkor meg főleg uh, ajánlom a 8000-es cserét, tehát semmiféleképpen ne hagyjuk az alajat akár 10 vagy 30 ezer kilométerig, mind, ami elő van amúgy írva ezeknek a motoroknak, ami baromság. A gyertyacsere pontosan nem tudom, hogy mikor van előírva, ezen a motoron, megmondom őszintén, nem néztem, nem készültem fel ilyen szempontból. Viszont egy a -e lényeg, hogy cserélni kell, mert eléggé elhasználódik. De majd látjátok majd a videóban, én ugye már tudom, mert megcsináltam. Tehát eléggé elhasználódott 100.000 km alatt. Ugye ez egy iridiumos gyertya, ami nagyjából, ha nem is néztem meg, azt szokták mondani, hogy egy a -e 80-90 százret kivírnak ki is bírt. Tehát igazából hiba jelenséget nem okozott a gyertya, tehát ez egy gyári gyertya volt benne, egy denzó gyertya van benne, és gyakorlatilag ezt a távot ki is bírta, tehát nem olcsóak ezek a gyertyák, olyan 4-5 ezer forint környékén van egy ilyen gyertya, de azt lehet mondani, hogy azért túl sűrűn ezt cserélgetni nem kell. Én azt mondom, hogy azért én előbb ki, kicserélném az iridő most gyártyát, és ha mondjuk újként én használtam volna, akkor 60-án biztos, hogy már kidobtam volna, de én ugye előbb szoktam mindent cserélni. Itt egy picit alá kell nyúlni egy kis csavarhúzóval, és akkor nagyon-nagyon egyszerűen lepattannak gyakorlatilag. Ezek a trafókról a csatlakozók. Elég könnyen is jön szét minden. Tehát eh, Toyota-knál megszokott, hogy nagyon-nagyon-nagyon precíz az összeszerelése, és ezért nagyon-nagyon precízen szét is lehet szedni. Tehát minden könnyen jön, könnyen lazul, a trafókat véletlenül se cseréljük össze. Erre azért figyeljünk, meg is szoktam számozni. Épp itt a videón nem számozom meg, de amúgy érdemes megszámozni őket, és akkor későbbiekben se fogjuk összekeverni őket, ha bármi miatt szét kell szedni. Egy sima gyártyakulcsal, azt hiszem 16-ossal ki lehet szedni a gyertyákat, Nem is voltak megszorulva, de mondom, nem is jellemző a Toyotáknál, mert minden-minden ilyen, minden motorszerelésnél olyan. Vatikán van gyakorlatilag minden összerakva bennük, hogy le, le, a kalappal gyakorlatilag, ahogy működnek, ahogy szét lehet őket szedni. No, itt megy bele a vadonatúj denzó gyertya, ez a gyári, uh... Látjátok, hogy ez nagyon patika állapotban van. Na no most, ami benne lesz, azt majd meglátjuk. Meglátjátok gyakorlatilag, hogy milyen lesz. Hát egy kicsit el van már égve, elhasználódott, de százret kibírt. Tehát mm, azt lehet mondani, hogy, hogy hogy elég jó ilyen szempontból, hogy tényleg mondom, nem olcsó, de azért mégis megbízhatóan. Működik. Amúgy az egész tajotára az, az igaz, hogy meg se látszik rajta. Csináltam róla több videót, majd fogjátok uh, látni közben rengeteg videót róla. Közben mutatom a régi meg a új közötti különbségeket. Látjátok, vagy lehet, nem tudom mennyire látszódik. Azért próbálom min minél jobban mutatni nektek, hogy mennyire van elégve és mennyire nem. De azért, azért érdemes azért elgondolkozni, hogy uh, miközben. Egy-néhány új autónál már ugye fiatalkorban milyen hibák jönnek elő, és bizony ez a Toyota, kis egyszerű, kis ezres, erről már beszéltem, hogy miért az a jó motor, de most nem akarok erre kitérni, de hogy gyakorlatilag 10 év alatt semmi el nem használódott. Nagyon szépen természetesen óvatosan bele kell tekerni, semmiféleképpen nem kulcsal, illetve szerszámmal hajtjuk bele, de gyakorlatilag figyelünk rá, tehát mindenféleképpen kézzel hajtjuk bele. Sőt, én általában meneteket végig is szoktam hajtani, nem mindenki, valaki csak elekapatja, én viszont végig szoktam hajtani kézzel, gyakorlatilag szorulásig, és csak a meghúzást végzem. úgymond erőkarral, szerszámmal, addig meg szépen így ki lehet őket tekergetni, elég hosszú a gyertyának menete, úgyhogy nem kell meglepődni, hogyha jó sokáig, jó sokáig kell tekergetni, tekergetni, az embernek elzsibbad, elfárad a keze, de hát az otthoni munka, az ilyen tekergetni kell. És egyszer csak kijön, hogyha a menet végére érünk, nem tudom miért kellett ilyen hosszú menetes gyertyák csinálni, de hát ilyenre csinálták. Úgyhogy visszatér ez egy KR motorra, egy rendkívül jól megszerkesztett darab. Igazából azt olvastam róla, hogy nem is a Toyota, hanem a Daihatsu-nak az egyik motorja. Itt látszik, hogy eléggé el van égve, de minden japán benne is tényleg nagyon precízen működik, és látszik, hogy meg is van égve már a gyártyának a pereme, tehát nem csak a maga, ahol ahol adja a szikrát, hanem maga a porcelán ház is kicsit meg van hőterhelődve. Ugye ez a, ez a, ez a része például nagyon árulkodó, tehát egy ilyen hőterhelés például egy Citroenbe, az 1 2 es ugye, ahol robbantotta el a gyertyákat a motor, ott ezeket már régen robbantotta volna az autó. Itt a Toyota-nál, a Denzo gyertyánál ilyen nincsen, ott is természetesen a Bosch gyertyákkal volt baj, mind ahogy a Suzuki-nál a Bosch injektorral volt baj, tehát egyre kevésbé hiszem az, hogy a Bosch termékek jók, megmondom őszintén vettem Bosch fúrót is, körülbelül egy hétig jó volt, úgyhogy hát na mindegy, hál' Istennek, hogy ebben nem nagyon vannak Bosch tudcok, mert mindig azok romlanak el előbb. Ugye itt a gyertya, a gyár is, meg amit vettem is bele, az is denzó, hál' Istennek, így ezáltal a probléma nem adódott és nincs is. És rá is térünk ugye az utolsó gyertyára, megnézzük. Ö, nem egyformán voltak szétégve a gyertyák, tehát ö, egy picit a hármas hengernél volt egy picit jobban elégve a gyertya, de igazából mindegyik csere érett volt, tehát feltétlenül már, Épp itt volt, -a volt az ideje, hogy kicseré. Ja, nem cserélte ki valamire a Márka szerviz, mert gyakorlatilag én értem el vele a 100.000 kilométert, a kis jószággal. És nagyon kibarátságos és meg megbízható motor. Én nagyon-nagyon megbarátkoztam ezzel a motorral. Bárki akármit mond, meg hisz ezekről az ezres motorokról. Főleg a fogyasztása, ami nagyon-nagyon-nagyon. Érdekes, és most igaz egy gyertyacserét látok, de azért azt el kell mondjam, milyen tapasztalatként, hogy most egy jó ideje járok ilyen jószággal, és borzasztó jól fogyaszt. Tehát, hogy minden körülmények között elmegy fél alatt, és teljesen mindegy, hogy pályán mész vele, vagy városba mész vele, vagy rövid távon mész vele és ingázol, és leállítod, és beindítod, és leállítod, és beindítod, öt fél alatt elmegy. Hihetetlen egy kis jó motor. A suzuki ba is jó volt, jók voltak ugye az ezres háromhengeresek. Nem is értem, hogy egyesek miért félnek ettől a motortól. Pont múltkor a találkoztam olyannal, hogy beszéltem az egyértékesítő értékesítő srác is mondja, hogy leálltak az ezres Suzuki-nak a gyártásával a a vitaránál, mert hogy nem vette senki, mert hogy mindenkinek a nagyobb motor kellett. Miért kell nektek a nagyobb motor? Sokkal jobb a kisebb motor, megbízhatóbb, kevesebbet folyaszt, kevesebb alkatrész, minden szempontból jobb, tök fölösleges ott is egy négyek obusztott már, most már nincs is más, csak az egyötös, de régebben volt. Miért nem vettétek itt a Jarisnál az ezrest? Miért nem veszitek? Miért az 1.33-as olajfogyasztósat veszitek? Nem értem. Nem értem. Mindegy. Mindig is az emberek az autószerelőknek a kezére játszanak. Én autószerelőként azt tudom mondani, hogy hát ha nem akarjátok a pénzt idehozni, akkor vegyetek ilyen motort ilyen motorral szerelt Jariszt, és még a gyertyán is spóroltok, mert hát ugyanis Bizony, itt egy gyertyacsere, csak 15 ezer anyagdíjba. A négy hengeres 1.33-ason már itt is már 20 ezer fölött járunk. És ez csak egy gyertyacsere, és mindennél minden drágább a nagyobb motornál. Na mindegy. Ez van, ugye kicseréltem közben a három darab gyertyát, a légszűrőt is vissza fogom rakni, de természetesen a trafókkal kezdjük, amit ugye nem keverünk össze. Nagyon szépen bele, belecsúsznak a helyére, és nagyon-nagyon precízen vissza is lehet húzni mindent. Véletlenül se kell attól félni, hogy megszakítunk bármit. Tehát nem olyan, mint az amerikai autóknál, ahol, ahol úgy kell óvatosan lazítani, mert ha la, úgy, nem úgy csináljuk, akkor kiszedi a menetet, ha kicsit túlhúzzuk, akkor és kiszedi a menetet. Itt a nem, tehát ha észre csináljuk gyakorlatilag, nem tudjuk elrontani. És tényleg otthon bárki, látjátok, ez a videó alapján olyan egyszerűen ki tudja cserélni, és olyan egyszerű, hogy még, még bárki, tehát igazából egy kisgyerek is meg tudja csinálni mindenféle probléma nélkül. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy spóroljon, főleg inséges időket élünk azért, és hát bizony meg lehet oldani, nyilván magam ellen beszélek, hisz jobb, ha a szervizbe betér, betértek, és mondjuk egy ilyenre munkadíra mondjuk egy 10-15 ott hagytok, de hát ti tudjátok, ahogy gondoljátok, nagyon egyszerű művelet látjátok, gyakorlatilag egy negyed óra alatt kényelmesen meg lehet csinálni, tényleg, ha nem vagytok jártasakók, és egy fél óra alatt, egy szép hétvégi napsütéses napon ezt megcsinálja az ember, és tök jó, tök jó lesz, nem lesz vele probléma. Egy kis zsírt érdemes oda gumira kenni, mint mondtam az elején, hogy szépen belecsúszson a légszűrőház, valamiért oda bilincset nem raktak. Ugye a zsír az nem csak a csúszás segíti elő, hanem nyilván úgymond szigetel is, tehát még kevésbé szív falsot vagy bármi. Amúgy leszettem azt a gumi nyakat, Gyűrűt nevezzük akár, hogyha hogy nincs rajta töredezés vagy valami, de azon sem találtam semmit, és gyakorlatilag egy teljes átvizsgálás után megállapítottam, hogy szinte azon a tömítésen kívül, amit mutattam, igazából semmiféle elhasználódás nincsen. Kicsit bele kell nézni, hogy normálisan belemenjen, és kicsit jobban fel kell húzni, és ennyi, és kész is van egy gyertyacserem. Úgyhogy ennyi, próbáljátok ki otthon, nem egy nagy művelet, és már kész is, ennyi volt. No, sziasztok!